Köszöntelek benneteket a Handicrafts by Judit csatornámon. Egy újabb videóval jelentkezem, amelyben azt mutatom be nektek, hogyan tudunk készíteni gatefold interaktív elemet. Ez az az elem, amelyet ti szavaztatok, ti választottatok arra, hogy ezt az elemet mutassam be, hogyan kell elkészíteni. Először is szeretném megköszönni nektek a szavazataitokat, hogy szavaztatok arra, hogy mi legyen a következő videóm témája, és egyben szeretnélek megkérni benneteket, hogy továbbra is térjetek többször vissza a közösségi csatornámra, nézzétek folyamatosan, és amennyiben újabb szavazási lehetőség van, szavazzatok arra, ami a leginkább érdekel benneteket, hogy olyan videókat tudjak készíteni, amelyek hasznosak és érdekesek a számotokra. Ebben a videómban tehát az általatok választott gatefold interaktív elem elkészítését fogom bemutatni. Látjátok itt ezt az interaktív elemet, amely tulajdonképpen valójában nagyon egyszerű, de nagyon látványos és nagyon szép külsőt ad az oldalunknak. Ez az interaktív elem egy két oldalra nyíló flapből álló interaktív elem, amelyet nagyon egyszerűen tudunk elkészíteni, és amelynek az elkészítését ebben a videóban most lépésről lépésre mutatom be nektek. Vágjunk is bele, tartsatok velem! Ahogy a bevezető részben említettem, a szavazataitok alapján a mai videóban azt fogom bemutatni, hogyan készítünk gatefold interaktív elemet. A gatefold interaktív elem valójában egy rendkívül egyszerű interaktív elem, viszont nagyon látványos és nagyon szép, nagyon sokan használják például képeslapok készítéséhez, pontosan amiatt, hogy rendkívül látványos. Nem sok mindenre van szükségünk ahhoz, hogy gatefold interaktív elemet készíthessünk. Tulajdonképpen amire szükségünk van, az a kartonunk, ami 200 és 300 gram között bármilyen vastagságú, bármilyen színű lehet, éppen az aktuális projektethez illeszkedő. Aztán szükségünk van természetesen a self-healing metünkre, amelyen a vágásokat, a karton vágását végezzük, amennyiben nincs erre külön vágóeszközünk. Szükségünk van vonalzóra, szükségünk van ollóra, szükségünk van ragasztóra, ez lehet természetesen kétoldalú ragasztó vagy folyékony ragasztó, szükségünk van scoring boardra, vagy valamilyen hajlító eszközre, dutting toolra például, és valójában nincs is semmi másra szükségünk. Az elkészítéséhez A4-es kartonból, ha A4-es kartonból indulunk ki, akkor nálam 2 darab kartonra van szükség, pontosabban 3-ra, mert az alapot én már elkészítettem, amihez 2 kartont használtam, de most induljunk ki csak egy egylapos alapból, és a gatefold elemet alkotó másik 2 kartonunkból, de ezt mérete szerint egyetlen kartonból ki tudjuk vágni. Természetesen a kartonok nagyságát, a projektednek a nagysága, az albumodnak a nagysága adja meg. Ahogy korábbi videóimban is említettem már, én leginkább a 8,1x8,1-es alapmérettel dolgozom, ugyanis ez nagyon jó arra, hogyha 8x8 incses papírkollekciókat veszek, akkor szinte vágás nélkül lehet őket, ha teljes oldalt használunk, használni. Tehát amit tulajdonképpen
Nálam az alap az a 8,1 inc x 8,1 inc. Ezt kell egyszer levágnunk az egyik kartonból, és a gatefold elemnek az alapja, a lényege az, hogy két flap tulajdonképpen, amely flappeket két oldalra, tehát az alapunknak a két oldalsó szélére ragasztunk fel, az egyik a másik a másik irányba nyílik, és középről nyílnak kifele, tehát valójában ezt kapjuk meg. És ami az érdekessége, hogy a gatefold elem két flapjének a mérete teljesen azonos méretű, viszont és a szélességük pedig együtt akkora, mint a magának az alap oldalnak a szélessége. Látjuk itt, tehát gyönyörű szépen, olyan, mint hogyha amikor elkészül ez az elem, olyan, mintha egy ajtót, egy két szárnyas ajtót nyitnánk ki, és belépünk a belső terembe. Nagyon jó választás lehet például esküvői albumoknál, ahol imitálhatja azt, minthogyha az ifjú pár belépne például a templomba, vagy az anyakönyv vezetőhöz a házasságkötő terembe. Tehát nagyon-nagyon jó megoldás lehet ilyen eseményeknél. Tehát nézzük meg, hogy hogyan készítjük el ezt az elemünket. Levágunk tehát egy 8,1 inc x 8,1 inc kartont, és a másik A4-es kartonunkból, mivel a 8,1 incsnek a fele 4,1 inch, ezért a szélessége 4,1 inch lenne, de ehhez hozzá kell adnunk a fél inch tebünket, amely mentén fel fogjuk ragasztani az oldalra, tehát a kettő darab gatefold elemünknek a flapje az 4,58 inchszer, lehet 8,1 inch, hogyha teljes mértékben azt szeretnénk, hogy ugyanakkora legyen, mint az oldalunk, vagy lehet egy picit kisebb, mint nálam, 8,1 inch. Tehát le kell vágnunk az A4-es kartonunkból két darab 4,58 inch x 8,18 inches kartont, amelyeket utána a scoring boardunkat elővéve elhelyezzük úgy a scoring boardba, hogy felül a 4,58 inches rész legyen a vízszintes részen, a függőleges részen a 8,18 inches rész, és fél incsnél meghajtjuk. Fél incsnél. Mind a kettőt. Ugyanígy elhelyezzük a másikat is, és ezt is fél incsnél meghajtjuk. Hogyha nincsen scoring boardotok, akkor ugyanezt el lehet végezni az úgynevezett dotting tool segítségével. Ezt már mutattam korábbi videóimban. Itt tulajdonképpen miután levágtuk a kartonunkat, megjelöljük fél incsnél, és a self-healing mattünk vonaljait használva, ami nálam például látszik, hogy a fél incs az egy kockányi rész, vonalzó mellett a dotting tool segítségével meghúzzuk, és kétszer-háromszor, és utána már meg tudjuk hajtani, ugyanazt az eredményt kapjuk, minthogyha scoring boarddal hajtanánk meg. Ennek az eszköznek ugyanis a vége kerek, tehát nem szakítja el, nem vágja el a kartonunkat. Miután meghajtottuk a két kartonunkat, a kis félincses tebekre
tegyünk ragasztót, hogyha két oldalú ragasztót használunk, akkor egyszerre mind a kettőre rá tudjuk tenni, rá tudjuk ragasztani. Figyeljünk arra, hogy ne ragasszuk rá a hajtásvonalra. Hogyha folyékony ragasztót használtok, akkor viszont először csak az egyikre ragasszátok fel a kétoldalú ragasztót, mindig arra, amivel éppen dolgoztok, és következő lépésben egy picit a tabunknak a végét vágjuk le háromszög formában, hogy szebben tudjuk, jobban tudjuk majd eltüntetni a scrap papírunkkal, és miután ezt megtettük mind a kettőnél, természetesen itt, aki folyékony ragasztóval dolgozik, az először csak az egyiknél tegye meg, majd elvégzi ugyanezt a másikkal is. Vegyük elő az alapkartonunkat, amelynél a lényeg az, hogy úgy kell felragasztanunk, hogy a két oldalán a nyilló rész legyen, és ide is fogjuk ragasztani, tehát mivel ezek oldalra nyílnak, a két oldalára kell felragasztanunk, tehát oda fognak kerülni, ahol a nyilló rész van mind a két oldalon. Vegyük le a két oldalú ragasztót védőcsíkot, amennyiben folyékony ragasztót használsz, kent fel a folyékony ragasztót, és ragasszuk az első kartonunkat az alapoldalunk bal széléhez, pontosan a szélhez igazítva, hogyha 8,1 incses a kartonod, akkor az azt jelenti, hogy teljesen akkora, mint az alapod, tehát hozzá kell igazítanod alul és felül is. Amennyiben az általam választott 8,18 incses méretet választod, akkor viszont egy picit felül és alul is ki fog maradni, tehát akkor igazítsd úgy, hogy nagyjából mind a két részen ugyanannyi maradjon ki, és szépen ragaszt fel az oldalához igazítva az alapoldaladnak, tehát a lényeg az, hogy a nyilló rész az oldalt legyen. A második elemünk felragasztásánál, ami a jobb szélen fog történni, tehát a másik oldalon szembe vele, már nem csak arra kell figyelni, hogy itt a szélén szépen igazítsuk, hanem hozzá kell igazítanunk az előző flapünkhöz, méghozzá, hogy magasságba ugyanoda essen, mint a másik. Tehát itt már erre is figyelnünk kell. Itt is vegyük le a kétoldalú ragasztót védőcsíkot, hogyha folyékony ragasztót használsz, kente, és óvatosan helyezd el úgy, hogy az alján igazítsd hozzá az előző flapünkhöz, és közben arra is figyelj, hogy egyenes legyen, valamint szépen irányítsd az előző oldalhoz, és ahhoz is, hogy egyenes legyen, és ragasszuk fel egyenesen. Tehát látjuk, hogy megkaptuk a gatefold elemünket, amelyek nagyon szépen illeszkednek, alul is és felül is, látjuk, és egyébként pedig két oldalra nyílnak az albumunkban, tehát amikor így el fogjuk helyezni az oldalunkat az albumban, akkor ez az elem oldalra, két oldalra fog nyílni. Természetesen itt utána lehetőségünk van ezeknek a gatefold flappeknek a sarkait kerekíteni, akár sarokkerekítővel, akár egyéb más eszközzel, aminél a sarokkerekítést lehet használni. Lehetőségünk van arra, hogy különböző
mintát vágjunk bele, akár elkészíthetjük úgy is, mint egy ajtót, tehát a külsejét ajtóformában készítjük el, különböző térben kiemelkedő panelek, elemek felragasztásával, tehetünk rá akár kis záróelemeket, mintha egy ajtó lenne, tehát teljes mértékben átalakíthatjuk úgy, mint egy ajtót, és valójában el is készítettük az elemünket, amely a mai videónak a témája volt, és ez pedig a gatefold interaktív elem. Ezután már úgy tudjátok díszíteni témának megfelelően scrap papírokkal, egyéb kiegészítő interaktív elemekkel, ahogy szeretnétek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, hogyha igen, kérlek lájkoljátok, osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornámra a további tippekért, ötletekért, tutoriálokért. Kérlek benneteket, folyamatosan nézzétek a közösségi csatorna oldalt is, ahol újabb és újabb választási lehetőségeket teszek ki. Válasszatok, szavazzatok, kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy kapjatok arról értesítést, amikor új tutoriált, új videót teszek fel. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!